A Katával egy egyszerű adózási formát akartak létrehozni, de a cégek kicselezték a rendszert, erről beszélt ma reggel a miniszterelnök. A kormányfő azt mondta, a Katások kétharmada most éppen cégnek számláz, tehát valójában színlelt szerződésről van szó, ezért is kellett hozzányúlni a Kata rendszerhez. A héten egyébként a módosítás miatt több baloldali párt is tüntetés szervezett, pedig korábban egyik sem támogatta ezt az adózási formát. Balázs. Köszönjük szépen a szót Boglárkának, és itt van már velünk Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője. Jó estét kívánok! Jó kívánok! Ahogy említette, Boglárka is ugye Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel a Kossuth rádióban beszélt a katadónemről, és egy picit a politikai vetületét nézzük meg, ugye a a miniszterelnök azt kérte most többek között a katásoktól is, hogy a jelenlegi háborús helyzetben értsék meg, hogy az ország működőképességének a fenntartásához szükség van ezekre az átalakításokra. Hogy látja, meg fogják ezt érteni a, a magyar emberek? Ugye azért szembesült mindenki az elmúlt hónapokban azzal, hogy nehéz a helyzet, tehát egekbe mennek az árak Európa szerte, látjuk azt, hogy az energiárak is fontosan növekednek, azt is tapasztalják az emberek, hogyha csak a szomszédos országokba átmennek, hogy sokszorosa a magyar magyar benzinárnak az, amit látnak a benzinkutakon, tehát érzékelhető, hogy mindenhol nagyon komoly válság van, és hát értelemszerűen minél tovább tart a háború, annál súlyosabbak ennek a következményei gazdasági szempontból is. És hát ilyen helyzetben ugye a miniszterelnök is egyértelművé tette, hogy az olyan kis kapukat be kell zárni, ahol több százezer ember lényegében minimális összeget fizet adóformájában, és hát értelemszerűen visszatértek most a kata eredeti formájához, mert a kata arra lett kitalálva, hogy magánszemélyeknek számláznak bizonyos szolgáltatók, legyen szó mondjuk taxisokról vagy fodrászokról. Tehát e, itt most arról van szó, hogy nehéz helyzetben értelmszerűen több forrásra van szüksége a költségvetésnek, és a nyugdíj kasszába is több forrás kell. Voltak tüntetések az elmúlt napokban a fővárosban, ezzel kapcsolatban az adó nem átalakításával kapcsolatban, és ezzel összefüggésben ön azt írta, a nap hogy azok szervezik most a tüntetéseket, akik egyszer már tönkretették az országot. Mire gondolt? itt, így, itt arról van szó, hogy a kata megszavazása során egyikük sem támogatta, tehát 2012-ben hozták létre ezt az adónemet, és akkor... Igen, közé is tett azt a jegyzőkönyvet, amikor a Katáról szavaztak a parlamentbe, hogy egyetlen egy, tehát nulla képviselő szavazta meg ellenzéki oldal. Igen, tehát könnyen megnézheti bárki, megy a parlament.hu honlapra, visszakeresi a 2012-es jegyzőkönyvet, kikeresi azt, hogy melyik párt, melyik frakció hogyan szavazott és egyetlen egy ellenzéki pártnak a e, politikusa képviselője sem támogatta a katának a létrehozását, tehát hogyha ezeken a baloldali politikusokon múlna, azt sem tudnánk, hogy mi az a katalám is létezne ilyen adóforma, tehát meglehetősen hiteltelen politikai szempontból, hogy most pont ezek a politikusok mennek itt tüntetni a katának a módosítása miatt. Tehát de azt mondták, de... bocsánat, hogy egy-két ellenzéki gondolatot azért idéznék 2012-ből a parlamenti vitába, kampányfogásokat, kampányfogásakat a látszat és forrást is sajnálták rá akkor az ellenzéki képviselők. Igen, tehát teljesen értetlen azt, hogy mit gondolnak ilyenkor, tehát hogy ők ebből tudnak-e politikai tőkét kovácsolni, ez a szándékuk, tehát értelműszerűen az április harmadikai választás óta, ahol a történelmi vereséget szenvedtek, ez az első olyan lehetőség, ahol utcára tudnak menni, tudnak hergelni bizonyos választói csoportokat. Lehet ezekkel valamit, ezek ezekkel a megmozdulásokkal elérni? Hogy látja? Hát láttuk ugye tegnap is, tegnap előtt is pár százan vettek részt, tehát nem egy nagy tiltakozásról volt szó, bizonyos csomópontokat megpróbáltak lezárni. Aki volt már az oktogonon Budapesten, az tudja, hogy azt a teret például 50 emberrel is le lehet zárni, tehát nem kell hozzá nagy tömegmegmozdulás, és nem volt egy hatalmas nagy tiltakozás. Ez is azt mutatja, hogy ezek a pártok nem nagyon tudják utcára hívni még az embereket, hiszen azt tapasztaljuk, hogy meglehetősen hiteltelen az amit ők képviseltek az elmúlt időszakban, és tudják a választók, hogy egyébként a Kata kapcsán ők nem melvoksoltak korábban. Mi is bemutattuk itt az M1 híradójában, meg még be is fogjuk a félnyolcás híradóban is, hogy több ellenzéki politikus is ott volt ezeken a tüntetéseken. Ami érdekes, hogy ott volt a baloldal egykori miniszterelnök jelöltje, Márki Zaj Péter, aki itt a 444.hu kérdezett meg, és idézni szeretném Márkizai Pétert, aki azt nyilatkozta, először így jelent meg, inkább így mondom, hogy kimondható, hogy mindenki, aki a Fideszre szavazott, az idióta, mondta volt jelölt. Aztán érdekes módon, ugye szólt a 444.hu-nak, akik egy csillaggal a cikkükben helyesbítették a kijelentést, vagy pontosították, és arra pontosították, hogy aki a Fidesznek egy szavát is elhiszi ezek után, az hülye. Tehát ezer pontosította saját mondandóját Márkizai Péter a 444-nél. Mit gondol arról, hogy megengedhet magának ilyen stílust egy politikus? Most Márkizai Péter főnixként szeretne visszatérni, ugye hétvégére is megkérhetett egy tüntetést. Hát, és ugye ezek a szavak, vagy az ilyen kifejezések nem idegenek tőle. Tehát emlékszünk a választási kampányról, ott nem volt gyakorlatilag már olyan szitokszó, amit ne használt volna bizonyos választói csoportokra. tehát... Aberától kezdve ostobáig, tudatlanig minden volt ott szinte a kampány során, amiket ugye használt a választóknak a sértegetése során. Most ugyanerről van szó, ugyanaz folytatja, véletlenül holnap majd kiáll a színpadon, és akkor még egyszer elmondja ezeket a szavakat, de hát ez láttuk már korábban, hogy nem egy hatásos taktika, és hát ugye ezek a tiltakozások meg egyetlen a baloldali pártok által vannak szervezve, tehát amikor Ján is ugye megírja a Facebookon, hogy az ellenzéki pártok szervezték ezt a tiltakozást, azt követően nehéz letagadni, hogy itt nem egy balliberális akcióról van szó, és ez úgy került szóba, hogy a jelenlévő tüntetők kérték számon, hogy miért van ennyi ellenzéki politikus jelentett ott volt Kunhalmi Ágnes, Jakab Péter, és gyakorlatilag a teljes parlamenti patkó megjelent az ellenzéki télféről, és hát erre reagálva mondták, hát, hogy ezt a tiltakozást az ellenzéki pártok szervezik. Nyilván teoretikus, magyarul mondva elméleti a kérdés, de azért megkérdezem, mit gondol arról, ha fordított lenne a helyzet, és most az a baloldali összefogás lenne kormányom, amely indult a választásokon áprilisban, akkor, akkor, mit tudnának tenni? Az is kérdezem, mert ugye azt mondta, hogy azok tüntetnek, akik tönkretették az országot, Gyurcsány Ferenc, korábbi kormányfő, aki ugye megélte a 2008-as válságot, még kormányfőként aztán le kellett mondania, ő tudja, hogy milyen egy válság? Hát tudja, ugye ott elvették az emberektől az egyhájú fizetés, nyugdíjat, tehát erre jelentős mértékben emlékszik még a magyar társadalom, és hát így ez fontos hangsúlyozni a rezsicsökkentés kapcsán is, ahogy a Katánál is, hogy ha ezeken a politikusokon múlna, akkor nem is ismernénk ezeket a típusú intézkedéseket. Hát most is Róna Pétertől kezdve gyakorlatilag rengeteg... Bocsánat, Bokros Lajos Bokros azt mondta, Lajos, az MSZP hát, volt pénzügyminiszter, hogy a, pont a Katára egyébként például, hogy ez indokolatlan. Pontosan, hát meg be. ezek a, ezek a szereplők, ezek az arcok is mondják, hogy az egész csökkentést eltörölnék. Tehát most ugye arról van szó, hogy az embereknek a a száz százalékig marad a rezsicsökkentett árkategóriában, árkategóriában, és e felett is gyakorlatilag néhányan lesznek, akik fölötte vannak minimálisan. De hát, hogyha a es oldal lenne kormányon, és hogyha az ő ígéreteik, vagy az ő elvárásaik valósulnának meg, akkor egyértelműen teljes mértében száz százalékban eltörölnék ezt az intézkedést. Gyurcsány Ferenc például a rezsicsökkentést hülyességnek nevezte szó szóval. szerint. Pontosan, tehát már Péter Gyurcsány az összes boldai politikus egyébként ennek nevezte, ennek titulálta, és ahogy a Katánál, ugya a csökkentésnél sem szavazták meg a parlamentben. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk. Köszönöm szépen is.